Nem titok, hogy a Szekszárd a magyar bajnokságban úgy gondolom, hogy a legnagyobb ellenfelünk, illetve vetélytársunk már évek óta. Mindenképpen egy hatalmas, küzdelmes mérkőzést várok. Ugye mindahogy egy győztes meccs után nincs időnk ünnepelni, egy vesztes meccs után sincs időnk buslakodni, hanem folyamatosan mennünk kell előre, és készülnünk kell a következő mérkőzésre. Próbáljuk kielemezni a hibáinkat, hogy mi okozta most például ezt a hullámvölgyet, és mindenképpen javítani és bizonyítani szeretnénk a Szekszárd ellen. Mi lehet a győzelem kulcsa? Ahogy már mondtam, szerintem az, hogy a most lévő gyenge pontjainkat megtaláljuk, és azokat minél előbb ki tudjuk javítani, illetve tényleg az, hogy mindenkinek az legyen a fejében, hogy meg kell mutatnunk, hogy mit is képviselünk, és egy csapat vagyunk, és egymásért küzdeni. Mindenképpen azon leszünk, hogy a veretlenségünket megőrizzük.